Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma október 12-e van, Miksa és Rezső névnapja. 113 éve leleplezték Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. 2003-ban Michael Schumacher 6. világbajnoki címét szerezte meg, mely rekordnak számít a Forma 1 történetében. 120 éve meghalt Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője. Most következzenek a nap legfontosabb hírei. Megkezdődött az idei fűtési szezon, a korai hideg miatt idén korábban indult be a távfűtés Szabadkán. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit Szerbia és az Európai Unió között. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 000 migránst regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban. Zentán is bemutatta a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház az Ember komédiáját. Idén korábban kezdődött meg a szokásosnál a fűtési idény. A korai hideg miatt egyre több háztartásban gyújtanak be, illetve indítják be a gázzal vagy árammal működő fűtési rendszert. A szabadkai távfűtő művek nagyobb fennakadás nélkül kezdte meg a hőszolgáltatást a városban. A hideg idő beköszöntével egyre több kémény eregeti a füstjét. Sokan azt mondják, hogy még mindig szilárd tüzelőanyagokkal éri meg a legjobban fűteni. Rüzsével és csutkával gyújt be a szabadkai Juhász Antal. Miután fellángolt a tűz, szárított szénnel erősíti meg. A jó szigetelt 120 négyzetméteres házban egész télen meleg van, körülbelül 50 ezer dinárból. Minden évben időben bekészíti a tüzelőt, és előkészíti a kályhát a szezonra. Szeretem mindig április-májusban legkésőbb, hogy benne legyen a szén, száraz legyen, közben csutkát is, mert csutkával is, szénnel csutkával fűtünk, és utána kazánt, most mielőtt nem kezdtünk fűteni, leellenőrizni a víznyomását, kilevegőztetni, elsőbb utána tűteni, utána kilevegőztetni, és így sorba. Pásztor Ferenc a gázfűtés mellett döntött. Azt mondja, ha jól leszigetelik a házat, és odafigyelnek a fogyasztásra, ez a fűtési mód sem sokkal drágább, mint a tüzelés. A téli hónapokban mintegy 10 000 dinárral több gázszámlát kap, mint különben. Az utóbbi egy évben én úgy tudom, hogy körülbelül 20%-ot csökkent a gázára. Hogy miért érdemes fűteni? Hát nem azt mondom, hogy megéri. Legjobban az éri meg, hogyha a ház el van szigetölve. Tehát maximálisan házat el kell szigetölni, úgy a padlásteret, úgy a falakat, ablakok, ajtók, nyílászárók, hogy tökéletesen zárjanak, és én akkor azt hiszem, hogy egy normális, kvalitétos fűtést tudunk biztosítani. A szabadkai háztartások mintegy egyharmada a távfűtő művek szolgáltatásait veszi igénybe. A korai hideg miatt idén korábban, már október 10-én megkezdték a hőszolgáltatást. Mi 10 500 lakást látunk el hőenergiával, a fűtési évad az beindult, mondhatjuk, hogy aránylag gond nélkül, aránylag simán megkezdődött. Az igazsághoz beletartozik, hogy fölkészültünk, volt elég idő, amikor a meteorológia pontosan előlátta, hogy mikor lesz a lehűlés, és a vasárnapi erős lehűlésnek kapcsán mi pénteken megkezdtük a fokozatos fölkészülést, úgyhogy a terv szerint tényleg vasárnap már az egész város megkapta a hőt. Az idei évtől a közvállalat visszatér a kettős díjszabású rendszerre, így a lakosok ismét egy fix és egy változó részben fizetik majd egész éven keresztül a télen elfogyasztott hőenergiát. A háztartásokban továbbra is népszerű az elektromos árammal való melegedés. Ha észszerűen használják, relatív olcsón tudnak villannyal melegedni a családok. A fűtési idény elkezdődött, de sok nagybecskereki és múzsiai családban még nem tudják, hogy mivel és miből biztosítják majd a meleget. A múzsiai Tápai Szilveszter munkanélküli. Feleségével és 5 gyerekükkel idény munkából, gyerekpótlékból és szociális segélyből él. A napokban épp almaszedésből kerestek egy keveset. A diófájukról levágott néhány száraz gallyal várják a telet. Szükesen, ha olyan tél lenne, mint tavaly, körülbelül 5 kubik szükesen ki lehet húzni. Csak ha nem lesz erősebb.
Felesége egy nagybecskereki autóvillamossági gyárban dolgozott. Tavaly többen magával felmondást kapott. A kódéják az én, mert úgyhogy maradt ide szorolás. És fogható, nem van kupát, jól van maradt, de ahogy lozim, de bíde szó kupá. Tudnak tebe már járt, de se zálozi, de bíde a tapla. Ale ja nisam u mogućnosti da kupim drva ili ugalj. Dok sam radila, od Karita sam dobila kubik, dva, i onda sam ja dokupila još od moje plate, sam dokupila da imamo za zimu. Ali sad, ove godine, ne imamo čega i ne znam kako će. A muzsiai Keszég Mária 4 gyereket nevel a férjével, mindketten munkanélküliek. Szociális segélyből és a 3 gyerek után kapott gyerekpótlékból élnek, ami a mindennapi megélhetésre sem elég. Amennyit tudtunk, beszereztünk fát, ami a tüzelő képességet jelenti, ez kevés ahhoz, hogy a telet kihúzzuk. A gyerekek azok még aprótkák, a legkisebb az ilyen óvodás, a többiek azok ilyen elsőtől hetedikig terjedő korosztály. A nagybecskereki püspökségi Caritas területén egyre nagyobb az igény a tüzelő iránt. 3-4 évvel ezelőtt még úgy kellett összeszedni azt a 90-100 családot, amelyeket tűzifával segélyeztek. Tavaly már túljelentkezés volt. Napról napra most is újabb és újabb családok jelentkeznek, hogy nagyon nagy szükségük van tüzelőre. Természetesen nem tudunk mindenkinek az igényét kielégíteni, és van egy olyan, most már egy olyan 130-140 családból álló listánk. Ezek igazából azok a családok, akik nagyon rászorulnak, ahol családban több gyerek él, és a szülők legnagyobb része, tehát legtöbbször az egyik, a másik szülő is munkanélküli. A Caritas a következő napokban családonként 1-2 köbméter tűzifát oszt ki Nagybecskerek és Múzsia területén. Szükség is lesz a tűzre valóra, hiszen csípős hideg, délnyugati szél, időnkénti csapadék várható a következő napokban. Télies időjárással érkezett az ősz Észak-Vajdaságba. A következő napokban is marad a hideg idő. Pontosan egy évvel ezelőtt, október 12-én 26 fokot mérhettünk a déli órákban, most viszont mindössze 7 fok van. Az éjjeli órákban 0 fok körül süllyedt a hőmérő higanyszála, felmelegedésre csak a jövő hét közepén számíthatunk majd a meteorológusok szerint. Ezekben a napokban 19 és 23 fok körül alakul majd a hőmérséklet, az esernyőt azonban ne hagyjuk otthon az elkövetkezendő 10 napban. Előkerült a téli kabát, néhányan sapkát és sállat is húztak, mielőtt útnak indultak hétfő délelőtt. Sokan így védekeznek a hirtelen jött hideg ellen. Igen, fel kell öltözni. Ennyi. Aki nem öltözött fel rétegesen, az gyors léptekben igyekszik vissza a meleg otthonába. Én csak a nyugdíjra szaladtam be, már hogy szaladok is. Fázok most, és nem szeretek sok mindent magamon. Akadnak olyanok is, akiket nem érte váratlanul az októberi lehűlés. Számukra felüdülés a hideg a nyári forróság után. Inkább szeretem a hideget, mint a nagyon meleget. Az időjósok szerint a következő napokban is marad a hideg idő térségünkben. Helyenként csapadékra is kell számítani. Magyarországon már az első hó is leesett a mátrai Kékestetőre. Szerbiában várhatóan csak november elején boríthatja hó a Kopernikot. Nincs árvízveszélye a Vajdaság Vizei Közvállalat által felügyelt területen, mondják a vállalat illetékesei. A folyók vízszintje jóval alacsonyabb annál a veszélyküszöbnél, amikor védelmi intézkedéseket kellene foganatosítani. A belvizektől védő csatornahálózat képes megbirkózni a napokban esett csapadék mennyiséggel. Egyelőre nincs ok aggodalomra, de a Vajdaság Vizei Közvállalat árvízvédelemmel megbízott szakmunkatársai folyamatosan figyelik a helyzet alakulását. Dicséretes, hogy Szerbia jelentős lépéseket tett az első tárgyalási fejezetek megnyitása érdekében, áll az EU-Szerbia Stabilizációs és Társulási Közös Parlamenti Bizottság múlt heti strasbourgi ülésén megfogalmazott nyilatkozatában. Az Európai Parlament és a Szerbiai Parlament küldöttségéből álló bizottság bátorítja a szerbiai hatalmat, hogy folytassák a reformokat. Deli Andor EP képviselő a Pannon RTV-nek azt mondta, karácsonyig megnyitják a tárgyalási fejezeteket.
Az EU és Szerbia képviselői közötti találkozó a nyílt párbeszéd jegyében zajlott. A közös nyilatkozat szövege kiegyensúlyozott és tartalmazza a mindkét fél számára fontos elemeket, mondta el Deli Andor, európai parlamenti képviselő. Kihangsúlyozásra került például a szerb kormány erőfeszítései, ami a Belgrád és Pristina közötti dialógust illeti. Ez egy sokszorosan dicsért kitételét jelenti a nyilatkozatnak. Továbbá ugyanígy egymásról helyen szerepelt a regionális együttműködés terén kifejtett erőfeszítései a kormánynak, itt elsősorban a környék országaival kapcsolatos viszonyrendszer javítását kérte meg a vegyes bizottság. A dokumentum ugyanakkor felsorolja azokat a területeket is, amelyeken nagyobb erőfeszítéseket várnak el Szerbiától az unió felé vezető úton, például a sajtószabadság terén, ahol a fokozott öncenzúrára és bulvárosodásra hívják fel a figyelmet. A migráns kérdés kezelése terén is pozitívan ítélték meg Szerbia erőfeszítéseit. Egy héttel később, október 14-e helyett 21-e környékén teszik közzé a Szerbiáról készült országjelentést. Ennek azonban nincs politikai oka, ahogyan azt egyes szerbiai médiumok feltételezték, hangsúlyozta Deli Andor. Az összes előrejelzés azt mondja, hogy egy pozitív jelentésről van szó. A tagjelöltek között talán a leginkább pozitívan méltatott országok közé tartozik Szerbia, ami azért is fontos, mert az idén egy új metodológiai rendszert alkalmazott a bizottság, ami azt jelenti, hogy azon túlmenően, hogy az országot az előző évben nyújtott teljesítményéhez hasonlítja, viszonyítja, azon túlmenően a szomszédos országok, illetve a más tagjelölt országokhoz is viszonyításba helyezi, és ezáltal egyfajta, hogy úgymond, versenyhelyzetet teremt a tagjelölt országok között. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit, mondta el Deli Andor. A vegyes bizottság és az EP képviselők részéről is optimista vélemények láttak napvilágot ezzel kapcsolatban. Az EU továbbra is elítéli az Assad rezsim szíriai tevékenységét és fenntartja a mérsékelt ellenzék támogatását, derül ki az uniós külügyminiszterek hétfői rendkívüli találkozóján elfogadott zárónyilatkozatból. Az Európai Uniós külügyminiszterek hétfőn rendkívüli ülésen tárgyaltak a szíriai helyzetről és a migránsok körüli problémákról. A találkozó előtt Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy az orosz hadműveletek Szíriában kulcsfontosságúak lehetnek, azonban ennek vannak aggasztó elemei is, például Törökország légterének megsértése. Ezt az álláspontot képviselte a dán külügyminiszter Christian Jensen is, aki elítéli Oroszország jelenlegi tevékenységét a közel-keleti országban. And we cannot accept that Russian airplanes and Russian cruiser missiles are violating the airspace of Turkey. On the other hand, we need to talk to Russia to tell them that they need to be a part of the solution in Syria and fighting Daesh. Instead of being a part of the problem, when they're not coordinating with the rest of the alliance, we have a coalition that is strong, fighting Daesh, and I hope that Russia will start to be a part of that coalition. Oroszország Szíria tevékenységének köszönhetően Bashar al-Assad szíriai elnök csapatai egyre erősebbek és egyre nagyobb területeket foglalnak vissza az ellenállóktól. Ezzel új helyzet alakult ki a térségben. Well, with the participation of Russia, we have a new situation, and I am looking forward to our discussion because it is a game changer in a way, and we have to react to it. And I want European Union to have a credible, realistic strategy on this situation. Az EU vezetői az ülés zárónyilatkozatában rögzítették, hogy Szíria jelenlegi vezetésével elképzelhetetlen a tartós béke az országban, mivel őket okolják a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Az EU elítéli, hogy az iszlám állam szándékosan rombolja a kulturális örökséget Szíriában és Irakban, ami a nemzetközi jog értelmében háborús bűn. Az EU továbbra is támogatja a mérsékelt ellenzéket, derül ki a dokumentumból. Azonban mély aggodalomra adnak okot a közelmúltbéli orosz katonai támadások, amelyen nem az iszlám állam vagy más az ENSZ által megnevezett terrorcsoport ellen irányult, hanem például a mérsékelt ellenzék ellen.
Már a 357 ezret is meghaladta Magyarországra lépő illegális bevándorlók száma. A migránsok közül 65 ezren szíriainak vallották magukat. Utánuk afganisztániak, pakisztániak és irakiak vannak a legtömegesebben. Egyre több átutazó érkezik Macedóniából Szerbiába. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 ezer embert regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban. A heves esőzések miatt a víz elöntötte annak a Preševói kerületnek a pincét és udvarait, amelyben a befogadó központ is található. Ám az objektum egyelőre nincs veszélyben. Nebojša Stefanović újságírók előtt elmondta, Szerbia minden körülményre felkészült. A szerb belügyminiszter szerint Belgrád példásan kezeli a migrációs válságot. Szerbia zaista trudi da pokaže da je ozbiljna pamet. U svim situacijama, od migrantske krize do rešavanja, da kažem, najtežih pitanja. Péntektől vasárnap éjfélig több mint 23 ezer embert fogtak el tiltott határátlépés miatt a magyar hatóságok, közölte a Magyarországos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A tájékoztatás szerint közokirathamisítás miatt 6 emberrel szemben indult büntető eljárás. A magyar kormány álláspontja, hogy a Közel-Kelet mellett Észak-Afrikában is támogatni kell azokat az államokat, amelyek szerepet vállalnak a migrációs válság kezelésében, hangsúlyozta Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára leszögezte, az észak-afrikai országok kiemelt partnerei lehetnek Európának a kontinens érintő menekült probléma kezelésében. Ezért segíteni kell munkájukat. Az államtitkár hozzáfűzte, ha az Európai Unió kialakítana egy cselekvőképes, katonai dimenzióban értelmezhető fellépést, akkor csökkenne a migráns áradat. A németországi Brémában tömegverekedés volt egy menekült szálláson, a rendőrségnek kellett közbelépni az indulatok lecsillapítására. Több mint 30 menedékkérő esett egymásnak, egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az ellenségeskedést. A létesítményben főleg kísérők nélkül érkezett kiskorúakat helyeztek el. A verekedés során két fiatal és a biztonsági szolgálat egyik tagja könnyebben megsebesült. 5 embert őrizetbe vettek. Angela Merkel német kancellár egy tévéinterjúban elmondta, csak is közös erőfeszítésekkel lehet megoldást találni a válságra. Der Bundesrepublik Deutschland habe ich die Aufgabe in einer solchen Situation, die eine außergewöhnliche Situation ist, ich habe gesagt, eine historische Bewährungsprobe, alles daran zu setzen und den Optimismus. A BBC közlése szerint Nagy-Britannia következő 5 évben összesen 20 ezer szíriai áttelepítését tervezi az országba, ám illetékesek úgy vélik, akár 75 ezer menekült befogadására is lehetőség lenne. Nem csökken a Horvátországra nehezedő migrációs nyomás, továbbra is áramlanak az országba az illegális bevándorlók, akiknek a száma megkétszereződött a múlt héthez képest. Szeptember közepe a magyar-szerb zöld határ lezárása óta 158 ezer illegális bevándorló lépte át a szerb-horvát határt. Horvátország területére egy nap alatt 7 ezer migráns érkezik, akiket vonattal és buszokkal folyamatosan szállítanak a magyar határra. A Dráván is felmérték a magyar-horvát határszakaszt a szakemberek. Magyar katonák, rendőrök, vízügyi szakemberek és erdészek ültek motorcsónakba, hogy a partszakaszt, amely alapvetően ártéri erdő, megvizsgálják. Azért mérték fel a helyzetet a Drávánál a magyar-horvát határszakaszon, hogy a döntéshozók meg tudják állapítani, hol kell tovább építeni az ideiglenes biztonsági határzárat. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából megkoszorúzták Lifka Sándor mellszobrát Szabadkán. Kikaptak a magyarok és a szerbek is a labdarúgó EB selejtezők utolsó fordulójában. A Nemzetközi Valuta Alap csak azt követően dönt majd az állami bérek és nyugdíjak esetleges emeléséről, hogy elkészül a jövő évi szerbiai költségvetés tervezete, jelentette ki Nebojša Savić. A Szerbiai Nemzeti Bank tanácsának elnöke az RTS-nek elmondta, ha úgy becsülik, hogy fenntartható a bevételek növekedése, akkor lesz lehetőség az emelésre. Hozzátette, az IMF-nek a szerbiai reformokkal kapcsolatos elismerése jelentős, amennyiben az eddigi tapasztalatokhoz hasonlítjuk ezeket. Szerbia arról volt ismert, hogy éppen akkor áll meg, amikor lendületet vettek a reformok. A reformoknak újabb lendületet kell venniük, és fenntarthatóaknak kell maradniuk. Ez az, ami eddig hiányzott, magyarázta Savić.
A szerbiai diákok zöme az angol nyelvtanulást választja, de nincs elég szakkáder, így az iskolákban a tantárgyat olyanok is tanítják, akiknek nem megfelelő a képesítése, írja a Politika napilap. Az általános és középiskolás gyerekek csaknem 95%-a tanulja ezt a világnyelvet Szerbiában. Az országban az angol mellett még a német és a francia kap teret, de a többi idegen nyelv lassan kiszorul az oktatásból, nyilatkozták a napilap által megkérdezett szakemberek. Kiemelik, általános iskolában két nyelvet tanulnak a diákok, a középiskolában pedig elméletileg 6 közül választhatnak. Legtöbbször viszont az angol mellett döntenek, még akkor is, ha előzőleg egy másik nyelv alapjait sajátították el. A legutóbbi adatok szerint a szerbiai általános iskolások felsősei közül több mint 459 000 tanulnak angolul, csaknem 117 000 németül és 81 000 franciául. '97-re emelkedett az ankarai kettős robbantás áldozatainak száma, derül ki a török kormány hétfői közleményéből. A halottak között egy palesztin állampolgárt is azonosítottak. A törökországi hírszerzési források szerint az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport áll a vérengzés mögött. A helyi hatóságok egy rajtaütés során a dél-törökországi Adana városában őrizetbe vettek 4 szemét, akik gyaníthatóan az Iszlám Állam tagjai. Kormányközeli álláspontok szerint a nyomozásnak vélhetően közel lehet a török fővárosban történt kettős merénylethez. A nevük elhallgatását kérő török hírszerzési források úgy vélik, az iszlamista csoport követte el az ankarai robbantásokat. A török belügyminiszter az állam, a demokrácia és a szabadság ellen irányuló atrocitásnak minősítette a kettős robbantást. Szellemi Altinok cáfolta, hogy a biztonsági erők figyelmetlensége vezetett volna Törökország közelmúltbéli történelmének legszörnyűbb vérengzéséhez. A szombati kettős merénylet ugyanis hasonlóságot mutat a szíriai török határ közelében Surut városában júliusban végrehajtott 33 ember életét kioltó bombatámadással. Az ankarai egy összehangolt terrorcselekmény volt válaszul a törökországi menekültáborok európai pénzelésére. Véli Földi László. Én inkább attól tartok, hogy mi nem veszük tudomásul, és nem veszük komolyan, hogy háborúban állunk. Túl azon, hogy Európát megtámadták szó szerint, ugye Európa még mindig egyfajta ilyen a békében használatos módszertant használ retorikában, és főleg cselekvésben, ami még rosszabb hír. Tehát én nem tudom, hogy a NATO csapatokat miért is finanszírozzuk tulajdonképpen mi adófizetők, hogyha Európát nem hajlandók megvédeni úgy, ahogy azt katonailag kellene. A magyar titkosszolgálati szakértő leszögezte, ez üzenet volt, hogy Törökország ne vegyen részt az illegális bevándorlás folyamatának megállításában. Elmondta, a dzsihadista szervezet folyamatosan toborozza európai híveit. A balkáni országok közül Bosznia-Hercegovinából több mint 200-an, Szerbiából legalább 20-an csatlakoztak eddig a terrorcsoporthoz. Földi úgy látja, komoly veszélyt jelenthet ezeknek a szélsőségeseknek a visszatérése Európába. Hozzáfűzte, szörnyűségek végrehajtására is parancsot kaphatnak az eddig a kontinensre érkezett agresszív szabotőrök. A szakértő rámutatott, hogy az Iszlám Állam szokatlan brutalitással gyerekeket is felhasznál a cselekményei végrehajtásához. Földi László emlékeztetett rá, hogy a migránsok élőpajsként használják a gyermekeket. Alekszandr Lukasenka a szavazatok 83,49%-ával megnyerte a vasárnap megtartott fehér oroszországi elnök választást. Ezzel immár 5-ször mandátumát kezdheti meg a régi új fehér orosz vezető. A második helyen Tatjana Korotkevics, a Mondj igazat elnevezésű civil kezdeményezés jelöltje végzett, aki a voksok 4,42%-át kapta. Lukasenka 1994 óta kormányozza az utolsó európai diktatúraként is emlegetett államot. Az előző voksolás 5 éve tömegtüntetésekbe és ellenzéki vezetők letartóztatásába torkolt. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából megkoszorúzták Lévka Sándor mellszobrát Szabadkán. Több helyszínen 8 kis játékfilmet és dokumentumfilmet láthat a közönség. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából 5 városban szerveznek vetítéseket október 12-e és 21-e között. Lévka Sándor először vándormozit működtetett, majd 1911-ben nyitotta meg Szabadkán első állandó moziát.
Evétovics Edit, Livka Sándor nevelt lánya szerint édesapja már gyermekkorában megszerettette vele a filmeket és a mozivásznat. Mint mondja, volt olyan film, amit több tízszer is megnéztek együtt. Sokat vitt moziba, az az igazság, és mikor rájött arra, hogy olyan filmeket érdemes nézni, amit a gyereknek is szabad, hát akkor néztünk egy filmet sokszor. Például Chopin élettörténetét, ahol Paul Mooney és Merle Oberon volt a főszereplő, legalább tízszer láttunk. Mert hát ő nem csak a filmet nézte, hanem a zenét is hallgatta. Folytasd! Szabadka mellett Magyar Kanizsán, Zentán, Zomborban és Újvidéken lesznek vetítések. Most már a 104. évfordulója van a mozinak, és hogy igyekszünk minden októberben ezt valahogy megünnepelni, és azzal az alkalommal bemutatni a vajdasági magyar filmalkotásokat, ami nagyon fontos, mert ezekben a nehéz időkben mind kevesebb a film, mind drágább. A rendezvény célja, hogy a legújabb vajdasági magyar filmalkotásokat megmutassák a közönségnek. Az idei filmek rendezői közül nagyon sok fiatal alkotóval találkozhatunk. Négy kisjátékfilmet láthat a közönség, ezeket a vajdaságból elszármazott fiatal rendezők, alkotók készítették, akik már Budapesten a Filmművészeti Egyetemen, azaz szakmai képzésen vannak. Ők lesznek azok a fiatalok, akik gondolom a jövőbe újabb alkotásokkal öregbítik majd a vajdasági filmgyártást. Kortárs vajdasági filmeket vetítenek Andrei Boka, K. Kovács Ákos, Kovács István, Goretich Péter, Csubrilo Zoltán, Bicskei Zoltán és Sifrés Zoltán rendezésében. Nagy sikere volt vasárnap este a Zentai Művelődési Ház színpadán az Ember komédiája című előadásnak, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadásában. A produkció a fiatalon elhunyt kiváló vajdasági magyar költő Sziveri János életét és munkásságát mutatja be. Sziveri János, a vajdasági magyar irodalom emblematikus alakja, fordulatos életének és munkásságának állomásait tárja néző elé, az Ember komédiája. A költőnek sok barátja és számos rosszakarója is van. Ebben az előadásban igazából több karaktert próbálok a színpadon megjeleníteni. Mi többen vagyunk így, akik tulajdonképpen Sziveri János életéről, akiről szól a darab. Mi vagyunk egyrészt a barátai, másrészt meg az ellenségei is. Az előadás a költő verseire és a vele készített, illetve a róla szóló interjúkra épül, szuggesztív, erőteljes képekbe sűrítve a tragikusan rövid életű költő életútjának és munkásságának legfontosabb epizódjait. Az előadás rendezőire mind a költő személye, mind Sziveri János versei rendkívül inspirálóan hatottak. Mikor a lehetőséget kaptam a Kosztolányi Dezső Színházban, hogy dolgozhassak, akkor ezért választottam ezt a szöveget, mondhatni, hogy ezt a szöveget, és az ő összverseiből készítettünk egy válogatást. Nem is válogatást, hanem olyan rendszerbe próbáltuk szedni a verseit, és az általadott interjúkat, amelyek az ő életútját képesek elmesélni. Az alkotók szerint Sziveri János művei ma is ugyanolyan aktuálisak, mint keletkezésükkor. Hiszen a meghurcoltatás, a csalódás és a hasonló momentumok ma is ugyanúgy jelen vannak a társadalmunkban, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Ki kicsoda Párizsban? Ezzel a címmel tartott hangversenyt az Elekte civil szervezet vasárnap este Szabadkán. Az estre sokan voltak kíváncsiak. A Városháza dísztermében a klasszikus zene remek művei csendültek fel fiatal, tehetséges zeneművészek előadásában. Az esten újvidéki előadó művészek léptek fel, Krisztián Boros klarinéton, Nemanja Mihailovics fagotton, Veszna Misics Milikics és Natasa Srdityak pedig zongorán mutatta be tehetségét. A fiatal klarinétos már gyermekkorában találkozott a komoly zenével.
Moj otac svirao nekad klarinet kao mlad dečak, ali samo onako da kažem rekreativno, a ja sam se igrao eto, u svojoj sobi i vidio sam jednu kutiju na vrhu orme i uvek se pitao šta je to, tu je stavio njegov klarinet i ne znam, eto, možda je tako to krenulo. A zongorista számára elképzelhetetlen, hogy úgy elmúljon egy nap, hogy nem játszott a hangszerén. Mislim da je naša dužnost da negujemo i dopoznajemo od najmlađih nogu i decu, a i odrasle sa prosto najčistijim i najtananijim ili najprefinjenijim zvukom koji postoji, a to je klasična muzika. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa, a zeneművészet mindenek előtt Párizsból származik. Sjajna izvođenja umetnika iz naše zemlje i iz inostranstva. To je primarni osnovni cilj. Također, jedan od ciljeva je da se malo demistifikuje klasična umetnička muzika, ali pored afirmisanih i velikih umetnika i velikih imena koje smo dovodili u proteklih 5 godina, a műsort a Szerbiai Francia Intézet, az Újvidéki Zenei Ifjúsága, a Belgrádi Művelődési Központ és az Elekte Civil Szervezet együttműködésével valósították meg. A magyar labdarúgó válogatott 4-3-ra kikapott Görögországban az utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésén, így Észak-Írország és Románia mögött a 3. helyen maradt a csoportban. A magyarok legjobb 3.-ként még így is egyenes ágon juthatnak ki a 2016-os franciaországi EB-re, ha ma és holnap számukra kedvező eredmények születnek, ha nem, akkor pótselejtezőt játszanak. Gólzáporos mérkőzésen 4-3-ra kapott ki a magyar labdarúgó válogatott Görögországban. Mivel a 2. helyért velük közvetlen harcban levő Románia idegenben 3-0-ra nyert a Feröer-szigetek ellen, Magyarország a 3. helyen végzett az F csoportban. Így pótselejtezőt játszhat az EB részvételért. A pótselejtezőt hajtottuk ki. Nem rajtunk múlik, hogy mi most hova fogunk kerülni. Természetesen mi tehetünk az eddigi győzelmekről, az eddigi pontszerzésekről. Ugye nagyon fontos pontokat szereztünk, volt egy olyan 5 mérkőzéses sorozat, hogy nem kaptunk gólt, tehát ez mindenképpen szintén mi vagyunk. Ennyi volt ebben a csoportban. A magyar válogatottnak reális esélye van arra, hogy legjobb 3.-ként egyenesen kijusson a 2016-os franciaországi kontinens viadalra. Ha hétfőn Ukrajna hazai pályán nem nyer Spanyolország ellen, valamint kedden Kazahsztán sem nyer Lettország ellen, vagy Törökország nem veri meg otthon Izlandot, akkor Magyarország legjobbjai 30 év után kijuthatnak a 2016-os Európa-bajnokságra. Jó lenne playoff nélkül tovább jutni, mert playoffban erős csapatok lesznek, de... Mekkora spanyol szurkoló lett az elmúlt napokban? Én mindig spanyol szurkoló voltam egyébként, szerettem azt a játékot, meg válogatottat, de hát most meg különösen aztán mindenki Magyarországon nekik drukkol. Vasárnap az albán, a román, a német és a lengyel válogatott biztosította a helyét a 2016-os Európa-bajnokságon. Így már 16 együttes részvétele biztos a 24 csapatos kontinens viadalon. Szerbia már korábban elveszítette esélyét arra, hogy kijusson az EB-re. A selejtezők utolsó körében hazai pályán 2-1-re kikapott Portugáliától. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megkezdődött az idei fűtési szezon, a korai hideg miatt idén korábban indult be a távfűtés Szabadkán. 2015 végéig várhatóan megnyitják a csatlakozási tárgyalások fejezeteit Szerbia és az Európai Unió között. Csütörtöktől hétfőig valamivel több mint 20 000 migránst regisztráltak a dél-szerbiai Preševóban. Zentán is bemutatta a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház az Ember komédiáját. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is, azonnal kezdődik a közügyek. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!